Részt vettem Hero Warriors eventjén, ahol több mint 100 játékos ellen kellett megküzdenem a győzelemért. A videóban még itt fog velem tartani Not Bence, Fenyő és Osperix. Na de térjünk is át az eventre. A kajacsik jó lenne, ha visszatöltöd. Az RP úristen. Nagy árt. Grekinek milyen szeme van ebbe az izébe. Eltűnik a fa. No way. Menjek a falhoz, azt mondta? Nem tudom. Eltűnik a fal. Aha, és ezzel el is indult az event. Hát igen, a csapat fele meghalt, úgyhogy már csak Osperix és Fenyő maradt, mivel lehetett lögdösni egymást. Így hát az elején a parkournak nagyon lement a HP-nk, ami mellesleg nem töltött újra. Csak is a legprofibak tudtak tovább jutni, akik közül elég kevés volt, ezért Hero úgy döntött, hogy csinál egy újraélesztést. Ja? Ja jó, és itt melyik, melyik részre menjünk? Mennek? Melyikre menjünk? Mindenki különbe menjen. Osperix, neked van ez egy diaszetted? Ja, már ezt eldugom. Ja. Ennél a résznél az a csapat kapta először a feladatot, akinek a négy színes tűzjáték közül a saját színe repül fel a diszpenzerből az égre. És ez a tűzjáték az zöld lett. Úgyhogy a mi csapatunk fog először a feladatot elvégezni. Fel kell rá menni. Ne, úlélem. Ajra. Széjjel lögdösnek. Úristen. Ne, senki sem meri megugrani. Mire vele engedés. Én nem. Lopja a talajt. Ne, Ószpi, mit csináltál? Igen. Jó. Meg fogsz patni. Jó? Jó! Menj már innen, Kovic! Osperix, te meghaltad? És itt mit csinálják? Te túlélted. Túlélted. A zöldek közül csak én éltem túl a csapatból, de mivel Fenyő a kék részt választotta, ő még életben volt. És Hero ki is lőtte a következő tűzijátékot, ami a piros volt. A pirosoknak elitelezni kellett, és hát... itt elég sokan meghaltak. Ezért ezt a kört csak ketten élték túl. A kékek és a sárgák megúszták ezt a részt, de még az eventek közel sincs vége, mivel még hátra van egy pár pálya. És el is kezdődött a spliff. Ajaj, nem. Egy szinten. Jó, lehet dobni tojás. Jó, de az nem csinál sem. Jó, szerintem ez win. Jaj, még egyszer lejövésnem. Lekerülök annyira, hogy ezt leüsek a lábába. Kattos. Hero, mit akar ezzel a lávás ödörrel? Kiszedték alattam! Hol vagy, MC? Ja, már nem lehetünk a vége. És ezzel a spliff véget is ért. A következő pálya egy hide and seek volt, ahol a halottaknak kellett megölniük az élőket, tehát Not Bence és Osperix fog minket üldözni. Jaj. Hol van iDark? De mert nem él, nem? Nem, de attól még megölhetem. Várjon, ez miért követ ennyire? Ne, csillog! Jó, meghalt csillog. Oké, screenshot. Ne! Hol van iDark? Meghaltam. Engem megölt. iDark spotted. Ez az! Fenyő, te még élsz? Rohadjon meg! Jó! Még élek! Itt Hero már sajnos nem tudta követni, hogy kik voltak az utolsók, úgyhogy összeszedett egy pár embert, hogy PvP-zzenek. Hát igen, kiestem. Viszont én úgy gondolom, hogy megérte, mivel rengeteg vicces pillanat született, és ezzel együtt izgalmas is volt az event. És a fájtott tejfogó aladár és VV Pampi nyerte. És az eventet végül VV Pampi nyerte. Köszi, hogy végignéztétek ezt a videót, és hát akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!